Ha-hó, ha-hó, sziasztok, skacok! Arra gondoltam, így pár nappal a Jurassic World 2 megjelenése előtt, megnézzük, milyen az első rész. Amivel egyébként már szemeztem akkor, amikor megjelent a játék, az nem ma volt. Az nem ma volt, srácok. 3-4 éve. Ha jól rémlik. Még meg is vettem. Ha jól emlékszem, még elő is rendeltem Steam-en. Aki esetleg nem tudná, hogy miről szól ez a játék, itt gyakorlatilag a saját parkodat kell megépíteni. Egy management játék. És azt hiszem ezzel el is mondta, hogy mit tud a játék. Hogy Isten igazából. Egy management játék, ami a saját Jurassic Parkodat mutatja be. Na nézzük, még nem indítottam el egyszer sem a játékot. Az Epic Store-os verzióval játszom, ami ingyenes volt 2020 végén. És készülőben van hozzá a nem hivatalos magyar fordítás, de még nincs kész. Hát ez itt mondjuk problémás, mi az, hogy 1920x1080. Szuper. V-Sync nem kell nekünk. Tökéletes. Grafikát felnyomjuk a lehető legmagasabbra. Mindent maxra. Úgy. Tetszik egyébként, hogyha maxra állítod be a grafikát, akkor is még vannak, amit még följebb lehet állítani. És érzéssel kell mindent beállítani. Aha, az úgy már. Tehát akkor ez elvileg már a max grafika. Nincsen mentés gomb, úgyhogy bízunk benne, hogy most már maxon van a játéknak a grafikája. Szeretnék feliratokat is, azért azok elég jók, meg nem akarunk licenszelt zenéket sem, úgyhogy hát valószínűleg csendben leszünk, de hogyha hát ti nyugodtan játszhatjátok licenszelt zenékkel, valószínűleg nagyon feelinges lesz egyébként a filmes zenékre játszani a játékot. Megvan, hogy kell kikapcsolni a szememet? Ki lehet, azt is ott lehet ahol a kutyusokat beállítani, meg a kutyusokkal bizgerálni. Hát én egér billentyűzettel fogom játszani, de vicces egyébként, hogy kontrollerrel is lehet. Nem gondoltam, hogy egy management játékot lehet kontrollerrel is játszani. Majd énekelek nektek? Jó, majd a T-Rexet eléneklem neked, kakasos. Meg lehet nézni a kreditset, és gyakorlatilag ennyi. Van itt még sandbox mód, ami ugye a homokozó, hogy itt bármit össze tudsz rakni. Nincs semmi olyan gondot, hogy mondjuk éjjel halnak a dínóid, vagy pénz problémák, mindent is össze tudsz rakni. Azt nézem, hogy azt mondja nekem itt az Epic, hogy van expansion a játékhoz, lehet venni skineket, meg dinókat, meg még expansiont, meg még dinót. Aha. Hát ezeket még nem néztem meg, de majd a játék végén megnézzük, hogy mik azok a dolgok, amikből így kimaradhatnék. Kontrollerrel szerintem is nagyon kényelmetlenek lehetnek a management játékok, de én még nem próbáltam, úgyhogy lehet, hogy ennél a játéknál ez nagyon jól működik. Na itt az a feladat, hogy van egy szigetünk, van egy célunk és egy csomó dínunk, és időre kell 5 csillagokat csinálni. Wow, de király! Te nagyon profi Jurassic World építő vagy, akkor még kihívások is vannak neked. Tök jó. Tök jó. Nem is mondtam amúgy, de Pityi, neked is nagyon szépen köszönöm a 4 hónap támogatást, és köszönjük, hogy a Prime-odat te is rám használtad el.
City Skyline-ban van kontrolleres mód, és nagyon nem tetszett. Ha? Igen, igen, ezek azok, amiket itt mutat nekünk a játék, hogy van többfajta kampány, és nem csak a Jurassic World Evolution-os. 1993-as Isla Nublar. Las Cinco Muertes. Most oda fogunk menni, és vissza kell állítanunk a parknak a szépségét. Ő ott... May I say welcome? My name is Dr. Ian Malcolm. You may have heard of me. Well, correction, you should have heard of me, especially now that you're here. So before you are the islands. Hogy ne emlékeznék Malcolmra? If you can. The five deaths. Jeez, if only there had been five. Hogy ne emlékeznénk Malcolmra, srácok? Isla Matanceros. It's relatively stable. Yeah, you can get your feet wet here, and you should. Just diving into the deep end of the pool is where the big, angry, hungry things are. And you want to be ready before you try that. Hát igen, így zenék nélkül nagyon fura a játék. Valljuk be őszintén. Hogy micsoda? 3.191.000 dollárom van. Aha. Pillanat, pont takartam a bácsit, úgyhogy átjöttem egy másik sarokba. Talán itt nem sok mindent fogok takarni. Hammond kreációs labor. Azt egyébként előre le kell szögeznem, srácok, hogy nem vagyok nagy dino fanatikus, de tetszettek a filmek. Tehát, hogyha nem tudom, hogy melyik a Stegosaurus, meg a Brontosaurus, meg a akár tudom is, hogy milyen Saurus, akkor amiatt ne orroljatok meg rám. Na nézzük! 400 000-be kerül a kreációs labor. Aha. A Jurassic érából kell a Jurassic World-be hozni. Oké. Hát amúgy azt nézem, hogy nagyon máshova nem is lehet ezt rakni. Lehet állítani, hogy honnan nézem. Lehet állítani. Kapcsolnom kell egy klímát, mert iszonyatosan meleg van. Pedig még az ablakot is kinyitottam. Most már jó. Nyugi, én nálam a hosszú nyakú, meg a T-rexen kívül semmi nem ragadt meg. Na látod, még a hosszú nyakú se ragadt meg. Aha, ide kell tenni. Aha. És mikor lesz drágább? Itt a legolcsóbb, vagy a legdrágább? Ja, valószínűleg amúgy az áram. Az áram miatt ez drágább, vagy éppen olcsóbb. Legyen a legdrágább, mert itt még a fákat is ki kell vágni. Let's focus on what you're here to do, which is create dinosaur facilities on the islands we call the Five Deaths. Actually, Las Cinco Muertes, because Spanish is the lingo of choice around here. Jól be lehet zoomolni, srácok. Ez már tökre úgy néz ki, mint egy Tarkov pálya. Pillanat, hangosítok a játékon, mert szerintem nektek egy kicsit halk lehetett. Na, és úgy néz ki, hogy az áramhoz kell csatolni. Nem áramot kell, hanem rendes utat kell odaépíteni. Ó, igen. Én olyan ferdét szeretnék. Görbülőt szeretnék, olyat nem lehet kérni? Ez elég furán nézett ki. Jó. Lehet görbülőt csinálni szerintetek?
Aha, lehet olcsó utat. Azt nézem, hogy más nagyon nem is lehet, meg le is lehet cserélni. Lehet? Valószínűleg itt az elején még nem lehet görbülő utat csinálni, vagy én nem tudom, hogy hogy kéne. Valószínűleg most még nem tudunk ilyet csinálni, de... Aj, most ez olyan rossz. Ami szembe jön ki, azt pont nem tudom megcsinálni. Space-el lehet görbíteni, köszi szépen. Na ez tetszik, köszönöm szépen. Hát így sokkal jobb. Nem is tudom. Már most az elején elvesztem a srácok itt a görbítésekkel. Köszönöm szépen egyébként. Incubating a dinosaur. You'll start with a struthiomimus. Select the creation lab and pick a hatchery bay. There's enough genome data for your first viable dinosaur. Kösz a spoilert, Krisi. Na hát én most itt mindenhol takarni fogom a játékot, akkor talán mégiscsak jó helyen voltam a jobb felső sarokba. Na, én szeretnék, hát ezek ilyen nagyon, na, Triceratops az a legnormálisabb ezek közül. Struthiominus, aha, meg Kratosaurus, meg Edmontosaurus. Egyértelműen Triceratops. Triceratops, igen. Valószínűleg őt amúgy nem is tudjuk. Így van, hát őt nem is tudjuk. 50% genom kell. Értem. Az nem tudom micsoda, de olyanom még nincsen 50%. Machinations of the ambitious, undoing extinction, playing with nature's laws. Dr. Ian Malcolm beszél hozzánk. Doctor, you know we've learned so much and invested even more in our Jurassic operations since the last time. Most ha kikelni a struccos szaurusunk. Igen, ez olyan struccos dino-enci. Struthiomimus. Aha. Struth. Life. It begins. De ocsmány. The result of incalculable actions. Kaptam érte egy achievementet legalább. Trials and errors. Genetic mutations and unknowable combinations, chaos, all leading to a living, breathing, thinking being, an entity, Szegény. Distinct and unique, and now we, you, just... Nagyon elbánt vele a teremtő. So, well done, I guess. Nagyon elbánt vele a teremtő, srácok. Hát, majd a legközelebbi szebb lesz, srácok. De jó, ott a kis dínónk. Ő az, ő a miénk. De jó. Security, entertainment, and science. I've already nudged the heads of each division to reach out to you personally. Elrejtem a kamerát, hogy olvassassátok itt a dolgokat. You to be part of their team. Choose one of their contracts. It'll help you develop your facility. Látok csak, azt találtam ki, hogy ide átmegyek. És akkor nézzétek, itt ülök fel. Nem ide akartam átjönni. Azt láttam ki, hogy ide jövök át. Talán itt nem takarom ki annyira a dolgokat. Nehéz kitalálni, hogy hova menjek pontosan. Kontraktot kell választani. Science, entertainment, vagy security? Hát egyértelműen science. Nagyon egyértelmű volt. Dr. Dua. I'm aware, Cabot. I'm Dr. Dua. I run the science division of our operation. Okay. You're going to need to build your reputation in the science division. Not easy with me. Itt vagyok, Enci, itt vagyok. Visszajöttem. That means managing our dinosaur population and seeing that they are flourishing. Kell egy expedíciós központ, amit felépítünk, összekötünk, és áramot is adunk neki. Mármint az összekötünk alatt oda kötjük a főútra.
És változik a reputációnk jó irányba a tudomány felé, illetve még pénzt is kapunk érte. Akkor egyértelmű, hogy ilyeneket építünk. 250 ezerbe kerül, ez nem megérős biznisz, srácok, 400 ezerbe kerül, és 250 ezer, amit kapunk. Ez itt micsoda? Ez itt mi? Mik ezek itt? Nem tudok rájuk klikkelni, de amúgy ezek micsodánk itt? Ott egy dínójel, ott egy ilyen, hát nem tudom, olyan LED panel. Menő lenne a Twitch, ha lenne olyan funkció, hogy a kamerát a nézőt úgy tudná mozgatni, ahova akar. Amúgy az menő lenne, pocó, ja, az amúgy nagyon menő lenne. Ki is tudnád x-elni, hogy ne nézd az ocsmány fejem. Pillanat, srácok. Aha. De oda nem lehet építeni, csak a zöldre lehet építeni. Mégse? Akkor ez fake info volt. De azért nem lehet építeni, mert itt egy hegy. A hegy oldalában nem tudunk építeni. Hát ez a játék nagyon gáz akkor. És itt nem is nagyon tudunk tovább mozogni. De ez a határ. Ó, és ott egy kerítés, tehát ezen a részen vannak a dínóink. Értem. Látjátok, ott el van kerítve, ott vannak a kis dínók. De jól néz ki. A reputáció az valószínűleg ez, ami itt van. Nem? Hát itt lesznek majd a kis dínóknak. De jó. Tök menő. Közben nem maradtunk itt a tudományos, mármint expedíciós központ megépüléséről. Nincsen konnektálva a patty. Tessék. 250 ezer pénz. Szegény egyedül van, de hát egyedül is lehet élvezni a világot. És csak? Van. Most ki is írta? 001. STR 001-nek hívják most. A komfortja maximumon van. Éppen rómol. Aha, ott van a reputációnk. Ó. Jézusom, pedig ezt még elnézegettem volna. Kajala, vagy Kajala, igen. Dr. Malcolm, then you know how important this is to us and to me. 50%-os genom kell neki, és akkor lehet egy triceratopsunk. Hát, oké. Okay. Én annyit láttam ebből az egész küldetésről, hogy 1 milliót fog kapni. Szóval nem is tudom, hogy mit váraltam el igazából, hogy... Persze. Tudta, hogy nem fogok tudni ellenállni ennek a lehetőségnek, ami rögtön egy millát nyomott az arcomba. Extrakciós speed, inkubációs speed, meg science center. Ezeket lehet itt feloldani. Meg missionöket természetesen. És valószínűleg én ezt a prehistoric life-ot oldottam fel a Kajalnál. Jó. Itt van. Van egyetlen egy missionünk. A tudományos mission, és van még entertainmentes is, meg szekus is.
Na várjál, és az... De menő... fosszíliákat találtak. Halló? The Expedition Center will allow you to send dig teams around the world in search of new dino fossils. DNA can be extracted from these fossils, which our scientists can then turn into living, breathing dinosaurs. And that's our true lifeblood. Ja, ez nagyon vicces póca, amit linkeltél. Az a Family Guy-os T-Rex. Tehát az expedíciós központtal, amit most felhúztunk, a világ összes részére tudunk küldeni emberkéket, akik fosszíliákat fognak nekünk kiásni. Az helyzet, hogy nekem olyan triceratopsos kéne. Úgyhogy oda elküldjük. Your first expedition team is out. They'll bring back what they find to the fossil center for extraction. De most úton vannak. De ezt én így látni fogom, hogy így most történik valami. The job is simple, really. Create dinosaurs which attract visitors to your facilities, brings in capital, money, huh? Valószínűleg egyébként látni fogom. Jelenleg csak egy csapatot lehet elküldeni, ásatni. Keratosaurus. Amerikában volt a legtöbb dinó, gyanús. Gyanús srácok. Na, 2 perc múlva vissza fognak térni, és ahol lehet a bázisom? Szerintetek hol a bázisom? Nem látom sehol. Jó. És addig most várnom kell? Tudunk-e valamit itt csinálni? I'm Claire Deering, and I've been on these islands before. On Isla Nublar, I made some mistakes, and I've tried to set them right. I believe in what we're doing, and I believe in these dinosaurs. Ő nagyon hisz a dinókban, jól van. Responsible management of our animals is key, as is creating a safe environment for our visitors. Oké. Okay. Nem vagyunk túl változatosak, ezért -2 pontot kaptam. És mivel van egy dínom, ezért 6 pontot kaptam, és autentikus vagyok. Tehát összességében 1 pontom van, majd hogy 5 pontom van. Ez még egy csillag. Oké. Okay. Sheltert kell építeni a vendége dínóknak, hogyha minden igaz. Így van, vagy hogyha éppen egy dínó megszökne, akkor a shelter kellene. Akkor a vendég dínó az nem vendég dínó, hanem a vendégeknek kell shelter. Ha jól értettem. Ha, és itt több szigethez is hozzáférhetünk majd. De jelenleg még nem tartunk ott. 3 csillagnál, illetve 4 csillagnál több szigetet is tudunk majd irányítani, és én most éppen ott vagyok. Wow. Aha, itt vannak a fosszíliák. The fossil center lets you extract DNA from fossils. Hát jelenleg nincsen safe place, hogyha egy dino kiszökne. Én a bottomba szeretnék egyet. Fosziliai központ. Research. Ó, hogy ez a research, akkor már értem, hogy ez a fosziliai központ, ez pedig a research. Na hát, most meg kírja. Ez meg a power station. Zsír, és itt érkeznek meg az emberek. Már akik meg akarják nézni a parkomat. Na, valaki beszélgetett.
You should extract genomes from fossils that have been collected inside your fossil center. That will increase the amount of viable data. Lehet triceratopsos émberünk, meg fosziliánk is. Extraktolni is lehet, meg el is lehet adni. Aha, fél perc az extraktja. Igen, igen, a shelterünk még nincsen, Krisi. 50%-ot kell elérni, többet lehet egyszerre? Hátszólag amúgy lehet. Ó, és akkor ilyenkor bekerül a Q-ba. Aha, és itt írja, hogy van 6 slot, és abból most 2 foglalt. Jó lassan történik minden, de legalább nem zabálja semmi a pénzt. De zabálják. Itt van 9000 dollár mínuszba percenként. Az eye tracker hogyan működik? Hát megnézi, hogy hova nézek, és akkor oda mutat nektek. Elvileg ilyen infravörös sugarakkal tudja. De részletesebben az eye tracker oldalán meg tudod nézni. The research center lets you improve your park in various exciting ways. New buildings, upgrades and more await. Igen, ez a kutatóközpont, ez biztos kell majd nekünk. De most egyelőre nem akarok semmit se kutatni. Azért ide klikkeltem. Dracorex. Ez ilyen sárkányos dino. És lehet triceratopsunk. Be is rakom. I believe I may be on the cusp of something wondrous and I have you to thank at least in part for where I find myself. Ez egy növényevő dino, a triceratops, és a keratosaurus, amit még nem tudunk csinálni, ez már húsevő is. Az a kérdésem, skacok. Itt most a szakértő jurassicosokhoz szólok, hogyha a nő ez a százalék, a genom progress, akkor az mibe lesz nekem jobb? Mibe lesz jobb egy 60%-os triceratopsnál egy 80 vagy esetleg egy 100%-os triceratops? Szia, Jadex! Sziasztalom vissza linket! Azt már most látom, hogy keratosaurust valószínűleg ide a növényevőköz nem kéne csinálni, ha csak nem azt akarom, hogy felfalják egymást. Több esély a sikernek, néha nem kell neki a tojások. Ó, köszi! Nem a control room kell nekem, hanem... Shelter 250 ezerért. Hát mondjuk ide szerintem. De csinálunk egy sheltert. Ide így. Tetszik, ahogy épülnek. Köszi szépen, srácok, a válaszokat. Ott a másik oldal elmutatják. Erre, hogy nem lehet megnézni a százalékot. Ez sajnálatos. Aha. Meg lett a triceratopsunk. Sikerült kikelni a srácok. Még egy achievement. Our meeting expectations, but we want them to thrive. That's your next assignment.
making sure our specimens are properly cared for. In other words, dinosaur welfare. Úgy néz ki, hogy kell egy növényevő etető. I think we can call this one a success, don't you? Well done. Well done indeed. Tök király. Jó, nagy darab a struchoz képest. DRC 001-es. Szegény STR 84%-on van a HP-ja, de valószínűleg azért, mert nincsen etetőnk. Transport helikopter, wow, Ranger Station. Na hát nem guest dolgok kellenek, hanem nem is kerítés. Feeder. Na ez kell nekünk, feeder. Még hozzá. Ó, lehet olyat csinálni, ami a nagy dínóknak etető. Itt van a hús is. Van ilyen kecske. Na basszus. Hát leraktunk ilyen kecskéset. Ezt nem akartam. De legalább itt lesz egy kecske. Majd lespanolnak a struccal meg a triceratopszal. Istenem, volond kecske. Na hát ezt ide rakjuk. Egyetek. Új, itt van halas is, te király. And I'm a little disappointed that Dr. Dua came to you instead of bringing me into the loop as she should have done. I'll discuss this with her later. Nyomja. Már eszik. Ott van a háttérben egyébként a triceratopsunk. Ő is jönne? Hát ez nagyon vagány, skacok. Ti jól megvagytok itt egymással? Hát ez nagyon király. 82% töltődik a HP-ja. Yours, theirs, and mine. Welcome to the islands. So here's our basic conundrum. We want to keep our animals under control while simultaneously encouraging instinctive behaviors. Because these animals have potential. Azt kéri tőlünk a játék, hogy fedezzünk fel kettő húsevő fosszíliát, és akkor ezért kapunk 100 000-et. Ez nagyon drága dolog. Kell Ranger Station. Azt takarom egyébként a fejemmel, hogy kell Ranger Station. Egy 70%-os triceratops, és hát ez nem tudom pontosan micsoda, de puskázok. Horog féreg parazitát kell kikutatnom. Ne kérdezzétek, hogy a horog féreg parazita mire jó, de azt ki kell kutatnom. Kezdjünk a kutatással először. Parazita. Pit Viper, hát ez nem az. Szóval lesz szerintetek. Aha, tehát ez ilyen medikál cucc. Antiparazitikus kezelés, ha minden igaz. Biztos jó. Jó, hát kellenek a férgek a dínójainkba. Dinóknak külön statisztikájuk van mindegyiknek, ha ott valami nem stimmel, lesz pusztítás. Egyelőre nyomom a tutoriált, aztán hogyha valami nagyon félre sikerül, akkor majd mondjuk, hogy ajaj, de egyelőre csak élvezem a játékot. Vannak ilyen népek, hát ők nem tudom mit akarnak. Nincs is nagyon látnivaló, van két dinóm, de már itt vannak 8-an. Wow, mennyien vannak már itt. Na, tehát el kéne küldeni az embereket fosszíliáért, vagy legalábbis itt
húsevő kell, hogy legyen nekünk. Az Endomont az nem, viszont a Keratosaurus az, az jó lehet. 60 ezerért el tudtuk volna adni. Sáncok, nem kell segíteni, csak hogyha kérdezek. Oké, és Triceratopsunk fullos. Nem tudom, hogy van-e esetleg gyors gomb. Arra majd a későbbiek, de, de úgyis majd megtanít minket a játék, hogy vagy lássuk a dínókat. Itt van. Na, a struccunk is 100%-os lett, tök jó. Tehát egy 70%-os triceratops kell nekünk. Nagyon jó. Medium quality, tehát hogy ez két csillagos. Ezt is extraktoljuk. És még el kéne küldeni az embereket. Expedícióra. Ez depleted ez a hely, ez ami kékkel van jelölve. Ott találhat, Triceratopsot is 60% eséllyel. Vagy 60%-osat. Nézzük, mik vannak itt. Aha. Keratosaurus az kellene nekünk. És kell Ranger Station is. Ők azok, akik segítenek megjavítani az épületeket, objektumokat, újra tölteni az etetőt, fényképeket csinálni. Nem minden fontos dolgot, ahogy látom. Ezt nézem, hogy itt ez elférne mellette szerintetek? Nem, az ajtó miatt pont nem, de hát én nem akarom ott kiengedni egyébként se a dínókat. Mert csak az a kérdés, hogy hogyan épülnek meg az épületeink, hogyha ők azok, akik javítanak, meg építgetnek majd. Ja, ja, így első elég komplexnek tűnik Jadex, és még nagyon az elején járunk, mert hát az ő csillagtól én nagyon távol állok. És kapom folyamatosan a büntetéseket, mert nem vagyok változatos. Rosszul vagyunk értékelve. Legjobb rész az lesz, amikor a nagy dinókat összeereszted, aztán mehet majd a harc. Ajaj. Hogy állunk az árammal? Bőver. Azt egyelőre én nem látom, hogy hol írja ki a játék, hogy jól állunk-e az árammal. Portugáliába költök a felfedező csapatot. Egy valami éppen épül, azt látom, kérje, kell hozzá út, vagy ez nem is azt írta ki? Valószínűleg ez azt jelenti, hogy elérhetetlen egy épület. És most már tudunk normális utat is építeni. Mi a különbség az utak között, mert hogy itt nem írja ki? Esetleg srácok, tudjátok, hogy mi a különbség az utak között? Ah, ott írja, hogy space-el lehet ugye hajlítani, és dell-el lehet törölni. Nice work on that expedition contract. Hopefully what you brought back doesn't end up as another thorn in our side. Lambert here. I've got a new assignment that I think is perfect for your skill set. Give it a once over. Then, let me know if you're interested. Kell egy Edmontosaurus.
Félelni fog a missionünk, hogyha a szükséges dínót megölik. Hát ezt most egyelőre nem vesszük fel, mert úgy néz ki, hogy csak egy mission lehet éppen aktív, és ez az, hogy a Triceratopsból legyen egy 70%-os, amiből még csak 63-at tudunk csinálni, úgyhogy ez egyelőre még nem jó. Közben a Keratosaurus fosszíliáit berakjuk extraktolásra. És kell nekünk egy Triceratops nagyon. Ó, közepes növényevő fosszíliák kellenek nekünk. Most itt változni fog a repo, az a helyzet, hogy a szórakoztatás és a security reputációja lejjebb fog menni 2-2-vel, de az a helyzet, hogy az entertainment az így is a béka hátsúly alatt van, úgyhogy annál, hogy elvállaljuk. Fura, hogy most bele tudtunk kezdeni ebbe a missionbe. Úgy néz ki, ha éppen science-es missionöket csinálunk, akkor nem gáz, hogyha abból éppen több van, viszont nem lehet security-re átmenni, hogyha már éppen science-es mission csinálok. Nekem úgy remélik, hogy semmi különbség az utaknál, talán a szélesen több ember tud sétálni, zárója szemre. Egyébként csak ha az, hogy mennyire jól néz ki, no meg az ára. Ó, oké, és köszi szépen, Partipi, mert éppen azt néztem, hogy itt semmi nem írja le, hogy bármiféle különbség lenne egyébként az utaknál. Köszi szépen az infót. Akkor ezek szerintem már csapattad a játékot, Partipi, vagy néztél róla a streameket mi? 2 perc van hátra ebből az ásatásból. Addig nézzük, hogy mi az, amit tudnék csinálni. Az a helyzet, hogy az expedíciós központtal el kéne küldeni az embereket felfedezésre. Ez egy 2-es expedíciós központ. Még több expedíciós központ kell ahhoz, hogy több helyre is el tudjak menni, ne csak ezekre. Érdekes, csinálhatunk egyébként még egyet. Így van, holnap 3 órakor jön a következő része ennek a játéknak. Annak apropóján vettük egyébként elő most az elsőt. Amikor Epiken adták tavaly decemberben, akkor szerezted be. Ó, aha. Az egy nagyon jó akció volt. Na, hogy állunk a kutatással? Ó, még ezt is meg lehet nézni. Ó, és itt jelzi a dínókat, tehát ez nagyon király. Na. Lett-e triceratopsunk? Lett, nagyon zsír. Ez szerintem nem lesz 70%-os. No matter what anyone else says, science is what makes or breaks us. Admittedly, sometimes both. But on Isla Matanceros, you are making us and yourself look good, and that's worth a reward. Én nem látok több triceratopsot, szóval megnézzünk egy olyat, persze jólóba, hogy csinálunk még egy research centert, vagy mi expedíciós centert. Persze megtalálom, hol kell egyáltalán olyat csinálni. Lehet, hogy nem is lehet többet. Etető, labor. Ha, tehát szigetenként csak egy expedíciós központ lehet. Viszont ez egy expedíciós center 2. Upgrade slotokat is lehet belerakni. Jézusom, ez nem. Expedíciós kell nekem. Fura, nem baj, elkezdünk egy ilyen expedíciót.
Jó sok DLC van hozzá, komolyan? Én kettőt láttam, meg ilyen skinpak. És itt mennek expedícióra, de zsír! Ők mennek ásatni. Kettő kampány DLC biztosan van hozzá, Blade. De én annál többet még nem láttam, mondjuk nem is néztem, úgyhogy. 66%-os a triceratopsunk. DNS módosítás. Jobb lesz a ratingje, drágább lesz kikutatni, viszont kevesebb eséllyel fogja túlélni. Kozmetik, én nem látok változást. Egyébként. Igen, ehhez hozzányúltunk. És akkor marad a... Aha, ez valószínűleg öplájolni kéne, de nem tudom, öplájoljuk? Rányomtam az öplájra, csinál valamit? Pénzt nem veszel, úgyhogy egyelőre csak meg lehet nézni, hogy miben lesz másabb. Hát a ratingje mindenféleképpen nő. Erősebbek lesznek a fogai. Defense. A bőre is erősebb lesz. Nagyobb defense, nagyobb rating. Na és ez itt nem tudom mi lehet itt a végén. Ez még ismeretlen, de lehet módosítgatni itt a DNS-eit a triceratopsnak. Tök király. Szerintem az ehhez hasonló játékokat, csak egyetlen probléma van, több a game over, mint a sikerélmény. Ezek a management játékok már csak ilyenek. Hát nem tudom, hogy lehetne a következő Triceratops, tehát ezt most megcsinálni itt. De jó, és úgy végeztek a küldivel, hogy ide le is szállt a heli. Ez nagyon zsír. És itt még be is mondták. Knock knock. Who's there? New contract. That's it. Period. Aha, kellene galériák, platformok, hogy jobban ráláthassanak a dínókra. Én benne vagyok. Hát nyomjuk amúgy ezeket is. Van pénz még. Aztán max kezdjük előre. A management játékok nem egyszerű játékok, is így van. A game overekből tanulni lehet. Jó, 500 dolláros a veszteségünk. Hát vagy ugye tutoriál videókat, vagy videókat, streameket nézel a játékról, vagy tanulsz a saját hibádból. Ki mit szeret egyébként? Van egy csapatunk, feladatot lehet nekik egyébként adni, meg így kiosztani, hogy miket csináljanak. Hát egyre ilyet nem csinálunk, mert nem kér tőlünk a játék. Triceratopsot szeretnék, ami 70%-os. Galéria, na nézzük a galériákat. Guest, hotel, shelter, gift shop. Azt hittem, hogy ez ami kell nekünk, de nem. Substation, pylon. Utak, landscape-ek. Ez ennyi? Oda csinálok egy kis vizet? Az ott most egy domblát? Wow.
Jézusom! Megsimogatjuk. Nyugi föld, nyugi. Ne izgulj, föld. Jézusom. Még színezni is lehet. Meg lehet rombolni is. Úgyhogy elküldjük a kecskét. És kapunk 25 ezeret érte. A kecske továbbra is itt van. Mennyibe kerül a játék? Hát nem tudom, az interneten nézd meg. A gg.de als oldalt javaslom egyébként, ott meg tudod nézni, hogy mennyibe kerül a játék. Melyik boltba éppen. Térképnézet. Nem ez az kell nekem. Struccunk lehet! Akarunk struccot? 74%-os struccunk lehet. Csináljunk egyet. Ez egy sima strucc lesz. Legalább nem lesz egyedül. De hogy csinálunk? 10%-os a visibility kell, és itt meg azt írja, hogy 0% van. Tehát ezen kellene nekünk javítani. Itt van galéria. És ezt érdemes hozzácsatolni. Érdemes hozzácsatolni a kerítéshez, azt mondja a játék. Úgyhogy hát ez legyen itt, mit szóltok. Nagyon jó. És lett még egy struccunk. A Struthiomimus. Interesting. Ez valóban az. Egy újabb kiadás. Egy újabb kiadás. Visibility-t 10%-ra kell vinni. Hogy állunk most? 0%? Valószínűleg azért, mert még nem épült meg a galéria, és azt írja, hogy nincsen áram itt. Ez gond. Az gond, srácok. Tudunk-e áramot idehozni? A játék nem írja ki substation, akkor ezek szerint substation kell nekünk? Vagy pylon? Na nézzük milyen, hogyha pylont csinálunk. Ha mondjuk ide teszem, mi történik? Aha. Oda tudjuk tenni, és akkor ez a range, tehát úgy kell csinálni, hogy már rögtön ráklikkelünk egy létezőre, és akkor szépen így irányítjuk. Nem ennyire akarjuk szépen irányítani, mondjuk oda jöhet egy, meg oda, se. És akkor ez itt most már össze van kötve? Nincs összekötve. Akkor ide neked egy substation kell? Azt írja, hogy kell neki substation. Kell nekünk substation. Jó, hát akkor ezt meg ide építjük meg, az nem tudom mennyire lesz gázos. Csá. Remélem fordítva raktam amúgy le. Hát persze, pont fordítva. Ott a bejárat. Mondjuk inkább innen járjanak be az emberek, mint az útról. Na, tehát összekötjük a pylont azzal. Ennyi. Királyság. Bár ez így szarul néz ki, de legalább most már ezt is megtanultuk. And that increases our ability to maintain security. Mi történik? Most mi történik? Hogy állunk?
64%-ára a dínóknak rálátnak innen. Hát mondjuk valószínűleg nem segít, hogy itt fák vannak előtte. Mondjuk nem is nézi senki a dínó. De ott van valaki, azt nézzétek. Ketten is ott vannak. Ketten is ott kukucskálnak, és nézik a szerelmes struccokat. Szia, Anubis! Ott van a strucc 2. Financial security is almost as important as personal security. So take this contract. 55%-os lefedettsége kell a sheltereknek, úgyhogy a játék azt szeretné, hogy még csináljunk egy sheltert. Jó, és amúgy azzal, hogy állunk, azt is meg tudjuk nézni? A shelter 41%, az valószínűleg azért van, mert ez a rész itt lefedett. Az viszont ott nagyon nem, tehát arra kell figyelnünk, hogy itt a shelter nézetnél az épületek le legyenek fedve, úgyhogy valószínűleg ami a következő shelter lesz, az valahol ide kell, hogy jöjjön. Nem kér tőlünk ilyet a játék, de én szeretnék erre odafigyelni. Shelter. Hol a guest? A guestnél lesz, ott van 250 000-be kerül. És itt a range egyébként ebben a nézetben is mutatja. De ez egyértelmű, hogy ide tesszük. Az út mellé. Tavaly több hónapig csak ezzel játszottam. Hoppá, Anubis, és azt tudtad, hogy holnap jön a következő rész? Mert akkor lehet, hogy megint több hónapos elfoglaltságod lesz. A víz is amúgy de szép. Na nézzük, hogy ez hány százalék. Ez hány százalékot fog vajon adni? Nem hallottál még róla? Holnap 3 órától lesz játszható az új rész, hogyha minden igaz. Kevesebb, mint 24 óra. Lefedettség közben 36%-ra csökkent. Ha a dínók bemennek ebbe a területre, akkor nő a százalékunk? Nem, akkor nem tudom, hogy miért változik ez a százalék. 47%? Ez hogy lett 47%? Konkrétan 6%-ot nőtt. Crowd control is much easier when people are miserable. Ja, most meg már 100%, akkor jó. Egyszerre fog menni a két végigjátszás, hogy addig nem kezded el, míg be nem fejezed ezt. Az a helyzet, hogy én csak belekukkantok a játékok nagy részébe. Kevés játék van, ami így nagyon megfog. Úgyhogy ebbe is gondoltam, hogy belekukkantok még így a kettő megjelenés előtt, hogy úgymond legyen egy kis fogalmam arról, hogy mi fog majd fogadni holnap után. Hát a lefedettségünk 100%-os lett, és most már tényleg csak a 70%-os triceratopsos küldi van itt, amit jó lenne megcsinálnunk. Very high quality struc. 40 000 az extraktja. Ródium. Bányáztunk ródiumot, ami 80 000 pénz. És jelenleg semmit nem tudunk vele csinálni, azon kívül, hogy eladjuk. Zsír. Megyünk a térképre, és megint elküldjük a csapatokat, hogy ne unatkozzanak. Holnap után már a BF-et is lehet tölteni. Ne is mondd a BF-et. Ma tudtam meg, hogy már péntektől lehet vele játszani. Na nézzük a mission-öket. Az a helyzet, hogy... Hát, muszáj vagyok, hogy mission-t váltsak. Mert hogy a Triceratops a 70%-ával az így nincs meg. Úgyhogy ezt a cancel-öljük, mi lesz? Jó, fel tudjuk venni még egyszer majd. It's not just about learning from our mistakes. It's about not repeating them. Learn from the data we've already collected and try again. Na, hogy állunk azzal a elbetűssel? 50%-os most, a Triceratops meg 66. Together we can create a more authentic version of our dinosaurs.
That means a complete. Jézusom, 300 000. Jó, hát csináljuk meg. Mert valószínűleg leadtam a missiont, ezért ugyanazt kaptam meg, mint amit az előbb kellett, mint amit az előbb tudtam csinálni. Módosítsunk ezen a dínón egy kicsit, mit szóltok. Ja, hogy ez már alapból módosítva van. Mert 50%-os dínót kell csinálnunk. És 66 alapból ez meg 60 lesz, úgyhogy ez egy módosított dino egy kicsit nagyobb ratinggel. Zsír. Hát kinek micsoda éden. Nem csak az előrendelők tudnak pénteken játszani. Az a durva. Hogy állunk közben? Kutatást is kéne nyomni. Na nézzük, épületek. Aha, tudnának venni ruhaboltot, mert hogy tudnának menni ruhaboltba. Itt a szigeten. Van 400 000-ünk, hát ez nagyon kevés. 200 000. Kecske továbbra is ott szaladgál. Streamben elérhető lesz majd a game? Streamben? Hát fogom streamelni a Jurassic World 2-t, meg a Battlefield-et is. Jézusom, mennyien jönnek! És hol a Big Money? Hát igen, annak, legalább annak örülnek itt, hogy rálátnak a dinóinkra. Steamben. Ja, na ezt nem tudom, ezt nem tudom. Epiken biztos elérhető lesz, ez biztos. Új genom. And where did this all begin other than prehistoric DNA? I'm just saying. Or warning. You decide. Ott van a QR kódja a Triceratopsnak. Na ez egy kicsit komolyabb Triceratops egyébként, skacok. Aha, látjátok, ez ilyen foltos. Kisképén nem látszódott, de ez foltos, meg a másabb, kicsit erősebb, kicsit vadabb. Ennek még hangja is van, hát ez elképesztő. Our new specimens, sorry, dinosaurs. Are meeting expectations. We want them to thrive. That's your next assignment. Making sure our specimens are properly cared for. Nézzétek, barátkoznak. The difference with dinosaurs is that they have no point of reference to understand humans, so don't expect much in the way of thank yous. És látjátok, hogy egy kicsit foltosabb. Despite my reservations, Dr. Dua would like you to take most újra kéri tőlünk ezt a játék, ezt a feladatot, hogy 70%-os triceratopsunk legyen. Hát igen, látványos a különbség, látványos a különbség. Ó, és már is meglett, hogy ki az alfa. Az komoly. Az komoly, srácok. Ott jelzi, hogy lett egy alfánk, akkor ezek szerint a másik dínóknál is van alfa. Persze, ha megtalálom őket, úgyhogy kell nekünk a térkép. Ha ők éppen ott mocorognak. Náluk nincsen alfa. Akkor ezek szerint az alfa az lehet, hogy úgy alfa, hogy ezen a területen, vagy csak simán a fajok közötti alfa. Jó kérdés. Itt van a ruhásbolt. És szerintem elszúrtuk egyébként, skacok, úgyhogy ha nem bánjátok, újra kezdjük. És most már van egy kis tapasztalatunk, hogy hogyan vágjunk bele itt a dínózásiba. Az alapokat nagyjából már tudjuk.
Okay, this is as good a place as any to begin. Na, okoskodj. I'm Cabot Finch, public relations and crisis management, and I'm here to help. Azért kezdtem újra, mert nagyon elfogyott a pénzem, azért mert mission-t adtam le. We've already started on an enclosure for you. You should just attach it to the side. But watch out for dinosaurs. Ah, just kidding. Jó, ezt ide húzzuk fel. Let's focus on what you're here to do. Which a kapu mellé. Dinosaur facilities on the island. Gondolom gyorsítani nem nagyon lehet. Actually, Las Cinco Muertes. Because Spanish is the lingo of choice around here. You'll need to connect it to the pre-existing network of paths and the power grid. Oh. Igen, igen, én ilyen utat szeretnék. Vagy ilyet. Jó, maradunk a hagyományos útnál, srácok. Incubating a dinosaur. You'll start with a Struthiomimus. Select the creation lab and pick a hatchery bay. There's enough genome data for. Igen, és azt akarod, dinosaur. Hogy csináljunk egy ilyet, ugye? Struccot, azt akarod, hogy csináljunk egy struccot. Már most bele tudunk egyébként nyúlni a struccnak a DNS-ébe. Úgyhogy bele is nyúlunk. Bele is nyúlunk. Egy kicsit menőbb struccot fogunk csinálni. Aha. Aha, ez lesz az, srácok. Kicsit növelünk az élettartalmán. Meg ez az ellenállás lesz? Aha, meg az ellenállásán. Tökéletes. Élettartalom, ellenállás. És így 10-es rétingő struccot fogunk csinálni, 400 ezerért. Hát ez egy elképesztően drága strucc lesz, de hát ugye megéri. Megéri. The ambitious, undoing extinction, playing with nature's laws. What can possibly go wrong? És meg kell várni, hogy elkészüljön. Come on, doctor. You know we've learned so much. And invested even more in our Jurassic operation. És még nincsen kutatóközpontunk, yes, hogy van? Mr. Finch, yes, the last time. There's always. Vagy még nem tartunk time. Ott. And a next. Nekem jobban tetszik, hogy egy kicsit közelebb építettem ehhez az úthoz, a kapuhoz ezt a központot, minthogy sem leromboljuk itt az erdőt mellettem. Hú, az első dinó újra. Ó, de jól néz ki. Na ez már valami is, kacok. Nem egy hagyományos struc. Nem egy hagyományos struc. Húha, kiszaladt a kamerából, de megvan. Na ez már néz ki valahogy. Ez már jobban tetszik. Róla mit mond a játék? Nem tudjuk megnézni. Küldetést adjál már játéknak. The Hammond Foundation has three main areas of interest. Volt már. Entertainment and science. Ha már management játékról van szó, ezeket a tutoriál dolgokat igazán engedhetni, hogy skippeljük. Ez egy shiny struc dino, így van. Na hát most nézzük meg, mit szóltok mondjuk egy entertainmenteshez. Hey, I'm Isaac. I've been hearing good things. Na, ő Isaac, és azt szeretné, hogy legyen expedíciós központ. Don't answer. That's rhetorical and painfully obvious. What I'm saying is that we need people in our parks. Fill up our facilities with warm bodies. Numbers bring revenue, excitement and opportunities. Hova tegyük? Vízbe nem lehet. Complete these to increase your reputation. Az a helyzet, hogy nek az expedíciósnak nincs szüksége arra, hogy itt legyen a dinók közelébe, úgyhogy szerintem ezt nyugodtan tehetjük ide a
ide távolabb. Mondjuk, hogy mennyire távol, azt még én se tudom. Aha, tehát az azért marad életben, mert ott egy substation. Hát ez jó, azt jó tudni. Mondjuk oda felhúzzuk. Akkor oda jöhet még egy épület mellé simán. Király. Szerintetek lehet gyorsítani a játékba időt? Lehet ilyet csinálni? The entertainment division is taking notice of your success. As your reputation increases with them, so too does the opportunity to tackle more challenging missions. Savanna, wow, micsoda állok lesz majd nekünk ott. Szóval, hogy most a játék elvárja tőlünk, hogy bárhova is küldjünk embereket. Hey, Keratosaurus. I got some cool stuff you need to be a part of, so I'm putting it out there. Okay. Come on and help the winning team. Mine. Ez mondjuk gond lesz, srácok, a Keratosaurus-t kell kitermelnünk. Ez a Keratosaurus sima kis Keratosaurus lesz. Az ő DNS-én... Az ő DNS-éhez nem nyúlunk. Pedig lehetne. Fél millába kerül. Nem lesz gond, hogy ezt így ide csináljuk a struc mellé? Ez lehet gond lesz így. Majd már ezt el is adhatjuk, a ródiumot. Lof Qualitis Huyangasaurus, aha. Huyangasaurus nem érdekel most engem. A Keratosaurus pedig éppen készül. Élet ciklusa 63, ellenállás 23, hát ezeket majd megnézzük, hogy miket jelentenek. Egyelőre hadd éljenek itt ezen a területen a dino. Kár, hogy tényleg nem lehet felgyorsítani az időt. Ó, és itt van ilyen kódexünk is. Ásatási zónák. Kína, Portugália, USA. USA, nagyon sok USA, meg egy Kanada. Na, hogy állunk? Gondolom, hogy még menübe vagyok, addig nem nagyon telik az idő, úgyhogy most várnunk kell. Most várnunk kell, amíg kikel itt a dino nekünk. Közben még egy dinót be lehetne rakni, de az a helyzet, hogy még egy Keratosaurus fél millióért nincs ez az Isten. Ez egy drága dolog. Hogy lehet, nem is ezzel kellett volna kezdeni. Kíváncsi vagyok, hogy ezek a küldetések mennyire fogják itt a játék elején a kezünket. Csak megnegy a másfél millás truccodat? A pimpel struccomat megnegye. Ott van. Ő az. My advice? Keep your animals well fed. Especially in situations like this. Lajoska. Ő Lajoska. Még nem éhes, szerencsére. Hát mint egy kis nyomi T-rex. Figyelj, Lajoskát, ne edd meg, légy szíves.
Amúgy srácok, elég király. Guest is what we strive to maintain here on the islands. We do that by making sure their needs are met. In a way, it's kind of like taking care of the dinos, just with more demands and less understanding. Am I right? Azt írja, hogy content, meg hogy iszik. Meg lassan éhes lesz. Aha. Jó. Építeni kell egy kajáldát. Igen. Tehát nem is az, hogy a... Nem is az egyébként, hogy a... Az állatoknak kajádát, hanem az embereknek kajádát, haló? Ezt kajálhatnának amúgy itt az emberek. Itt. Ott. Nem maradtál. Most kezdtük újra, úgyhogy... Nem sok mindenről maradtál le. Hova kell tennünk az utat vajon? Vagy tök mindegy? Ja, tök mindegy. Lajoska növényevő, és mellette van egy dino, ami húsevő. Ugye nem Lajoskát nézted ki magadnak. Rómmal, éppen rómmal. Micsoda? Plusz profit? Az nem lehet, srácok. Hát jönnek az emberek, és szívesen költenek. Na hát ez nagyon király. Egyelőre pluszba vagyunk. De ez hogy lehet? Hogy lehet, hogy pluszba vagyunk? 69 pontunk van. A két dinóval az alapértékelésünk 74. Nem vagyunk változatosak, mínusz 19. Tök jó. Senki nem sérült meg még, és nincsen shelterünk se, úgyhogy ez majd kell. Meg még nem is nagyon látnak rá a dínókra. Azt mondja, hogy kell nekünk galéria. Kell nekünk galéria, hogy rálássanak a dínókra, úgyhogy most azt fogjuk megépíteni. Persze, ha látnám, hogy hol van. Ott. Lássatok rá a dínókra. Szerintem elsőnek ez itt jó lesz. Üdv mindenkinek, skacok. Előről kezdtük, csáncok, mert leadtam egy küldetést, majd felvettem újra, úgyhogy már nem az első pontját csináltam, és hát nem nagyon volt pénzem. Kellett a pénz. De nem voltam fiatal. Azt nézem, hogy kellene egy substation. Így van. Kellene nekünk egy substation. Nem tudom, hogy lenne. Jó. Talán így. Nem tudom, úgy talán így. Megint fordítva raktam le. Direkt raktam le fordítva, skacok. Fogjuk ezt a pylont és összekötjük ezzel. Kész. Tessék, ott is van az újabb substation. Bár mondjuk lehettem volna ügyesebb, és azt is mondhattam volna, hogy egy kicsit arrébb rakjuk. És akkor az áramos lefedettség egy kicsit jobb lenne, látjátok? Majd legközelebb. Kellene ruhásbolt már így rögtön. Hogy állunk a bevételekkel? 12 000 volt az előbb, nem? Ez nagyon szuper. És csak annyi, hogy jegyeket vesznek az emberek. Meg rálátnak arra a kettő dinóra. Hát ez jó. Ez így nagy. 13? Ó, köszi szépen. Na hát, azt nézzétek. Mi történik? Hát srácok, dől alé, 38 000-nél járunk jelenleg. Na hát akkor ruhás volt, gyorsan, ruhás volt.
Még ide se jöttetek a dinókhoz, de már is vegyetek ruhákat. Itt. 120 ezer, tessék. Hát ez elképesztő. Szia, Somogyi Bicskás. Az a helyzet, hogy itt az építkezésben semmi extra nincs, mert így eltakarják, dolgoznak, tehát az csákész lesz. 55 ezer, srácok. Attrakciós bevétel. És a legjobb ebben az, hogy az első csillagot már túl is léptük. Life begets death. But here's the question that you gotta ask yourself. Was this az a durva, hogy a dinóink még... Of course not. Death, it's always coming. But could you have delayed it? Well, that's maybe another story. Akkor... I like what I'm seeing. Let's keep it up. Ez volt az attrakció, srácok. Make them appreciate the little things. And the big things with the teeth and... Tehát az attrakciós bevétel az ez volt. Lajoska, örökre emlékezni fogunk rád. Örökre emlékezni fogunk rád. Hát igen, nem volt etető. Lajoska, sajnálom. Sajnálom. De... Lajoska, nem élhetted meg, de szuper a bevételünk. Szuper a bevételünk. Lajoskát megette az ős ragadozó. Ez szomorú. Most jött az a küldetés, hogy építsünk etetőt. Miért nem húsevő etetőt kell építeni? Miért kecskét? Na mindegy, ide építünk egy kecskét. 200 ezer. Asztara. Commercial Park. Dracorax elérhető. Hey, way to go! We've got a park running at maximum happiness. Melyik hollywoodi színészre hasonlít? Hát figyelj, ő nem... Jeff Goldblum, nem? Az I am Malcolm. Malcolm. No. Too late. Heard it. Later, Doc. A lifespan trait-jét kell figyelni. Dehidratált lehet, éhezhet, meghal a harcba, vadászatba, fertőzésbe vagy az öregedésbe. És ehhez kell a transport team, hogy megakadályozza a fertőzést. Ajaj! Ajaj! Hát jó, és hol van Lajos? Hol van Lajos, srácok? Hát ő nincs itt. Csinálok-e új Lajos? Kéne. Hogy állunk vele? Nagyon... Tehát azt szeretném megfigyelni, hogy megy rá a kecskére, azt... De jó, elvetette magát, nézzétek! Most, hogy megette Lajoskát, szundizik egy kicsit. Jó. Küldetés. Milyen küldetéseink vannak? Commercial Park, ez az, amit megcsináltunk, és kaptunk érte 1 milliót, és most 58 ezer a bevételünk. Kellenek még attrakciók, meg ilyenek. Jó, hát én ide valami olyan dinót szeretnék, ami hasonlóan húsevő. De amúgy fosszíliák, tehát hogy amúgy nem is küldtem... A fene vinni el, nem küldtem el felfedezni az embereimet. Tessék hozni szépen fosszíliákat. Triceratops, az mondjuk Dracorax-re kellett volna elküldeni. Bedobta a szunyát az Uzi után. Így van. Veszitek a ruhát? Dino sapka.
Lehetne árulni dílópólót. Meg kezes lábast is. Legyen vicces a menedzsment. $76 hoznak óránként, és 320 vevőt tud fogadni, és 47-en vannak bent, vagy gondolom én valami ilyesmit jelent ez a dolog. Két csillagnál járunk, egy dínóval, hát ez az nem jó. De legalább volt attrakció, meg még mindig nagyon jól jön a pénz, de ez kevés. Kéne csinálni újabb dolgokat. A new contract just came in. I think it's doable by you. Kéne egy sikeres ásatás. Ott a kecske. Szerintetek kinézte magának a kecskét? Szevasz, MV. Az igen. Hogy tömi magát amúgy, beszarás? Hogy tömi magát? Attrakciós? Fizessetek! Láthatjátok, ahogy eszik a dínóm. Meg volt a desszert is, így Lajoska után egy kecske. Mit csinálnak itt az ember? Ja, hogy itt kajálnak. Úgy sokat kell így menniük, nem? Jó, mondjuk itt össze van kötve az út, de akkor is. Ide járnak, tehát szerintem az emberek... Eljönnek ide a parkba az emberek azért, hogy egyenek. Szerintem nem is nagyon járnak ide nézelődni. Köszi szépen, kis Mikó, az 52 hónapot. Eregjenek a szegek, srácok, kis Mikónak. Köszi szépen a támogatásodat. Na, hogy állunk? Jó, a bevételünk még mindig jó, igaz, csökkent, de még mindig jók vagyunk. Volt kecske, nincs kecske, így van, itt láttam valami pipát. Ó, itt még vannak dolgok. Missionökből ennyi mindent kapunk, expedíciókból annyi mindent. Totálban mínuszosak vagyunk, és itt írja, hogy... Az emberek boldogak. Ennek én csak örülök, hogyha boldogok az emberek. Na, itt vannak a missionök. Na, most rámegyünk a security missionre, mert a science-et azt néztük az előbb. Most ilyen security mission szeretnék. Security kontraktokat kell csinálni. Oké. Kontraktok. Request kontrakt. Aha, így kell. I'm always looking for ways to improve security around here. Triceratops kell neked? Biztos, hogy nem, ne haragudj. 2 perc múlva tudom kérni az újabbat. Jó, az a helyzet, hogy azért nem akarok Triceratopsot, mert hát itt egy húsevő, és szerintem ahhoz egy újabb részt kéne csinálni, szóval én húsevő mellé egy másik húsevőt szeretnék. Ami mondjuk simán lehet a Dracorax. Szerintem az a sárkányos, az húsevő lesz. Bár még nem tudjuk. Nem tudni, melyik a Dracorax. Gondolom ő. De hogy még nem tudni. Most elmentünk ásatni, az kiderül majd, hogy a Dracorax, ő ugye milyen. 2 perc és kiderül. 2 perc múlva lesz egyébként kontraktunk is, és akkor belevágunk valamibe. Ezt nagyon jól látni, srácok, hogy pluszba vagyunk, mert az előző... pályán mínuszba voltunk, -10 000. Szia Zakika, szevasztok srácok. Jaj. De levél nem azt jelenti, hogy növényevő? De az azt jelenti. A húsit nézem. Dracorax-t akarok, talán ő majd ez lesz, és akkor
őt majd le tudom rakni a Keratosaurus mellé. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Remélem nem messzik meg egymást. Remélem nem messzik meg egymást. Tényleg a Dracorexnél levél volt, igazatok van. Hát ez szomorú. Már tudok olyat Dracorexet, hogy tudnék olyat, még nincs itt. MV, köszi szépen a támogatásodat, köszi szépen, hogy folytatod Madarinak az ajándékát, rendes tőled. Na jó, hát akkor ha visszajönnek az ásatásról az emberek, akkor megmondom nekik, hogy ha hó fiúk, menjetek inkább Keratosaurust itt. Hogy itt közben ennyi mindenünk lett. Ó, ezüstöt ástunk ki, de jó, 120 ezer. Na hát, extraktálunk mindent is. Triceratops mondjuk, az tök felesleges. Azt is tök felesleges. Menjél légy szíves oda. Jó, még mindig jó a szuper a bevételünk. Közben kirakták az újabb kecskét, vajon lecsap-e rá a Keratosaurusunk? Ez attrakció lesz. Nem tudom, amúgy most így van egy dínunk. Kéne shelter, gondolom én. Jaj, ide mondjuk szerintem kéne egy shelter. Így. És akkor kéne még egy, van pénz. 250 ezerbe kerül a következő, ide jött a másik shelter. Mármint, hogyha majd megépül ez, akkor majd látjuk, hogy pontosan hova kéne rakni. Ez most nem kér tőlünk a játék, de én csinálok. Edmontosaurus kell. Jó, hát akkor vágjunk bele, srácok, az újabb park létrehozásába mondjuk valahol itt, mert úgy néz ki, hogy nagyon sok növényevőt akar tőlünk a játék kérni, úgyhogy hát ide. Mit szóltak? Viszont itt már arra kell figyelni, hogy ide kell nekünk. Az gond. Az gond, tényleg kell power station nekünk. Csak nem tudom, hogy hol írja ki nekünk ezt a játék, hogy fogyunk ki az áramból. Azt nem látom, hogy hol írja ki. Ha esetleg ti tudjátok, nyugodtan elmondhatjátok. Aha, ott van. 52-t használunk, és 60-at termelünk, tehát elérhető 8. Aha, oké, és tehát akkor kell nekünk egy power station. Egy sima power station, vagy egy fejlesztés ennek a mostainak. Lehet olyat csinálni? I'm Owen Grady. Owen to my friends. I've seen things I'd rather not talk about, but it hasn't dampened my commitment to the dinosaurs. Ez a Twitch hónapon mégis úgy írja, mintha újonnan iratkoznék fel, valószínűleg az egy hónapos gift, amit miatt kaptam. Ó, aha. Lehet a gift az bezavart neki ilyen végen, igen. De, ha megnézed a badge-edet, akkor azt írja, hogy 7 hónapos vagy. Upgrade-elni lehet. Nincs áram, az gond. Az nagyon nagy gond. Hát ide tudunk még egy ilyet csinálni? Hát lerakjuk akkor. Lerakjuk ide. Vagy mondjuk, nem is tudom, hogy hol állna ez jól. Tudunk esetleg ide? Tudunk. Kérdés, hogy akarunk-e ide?
Valószínűleg egyébként nem ide kellett volna ezt csinálni. Meg amúgy drága út kellene nekünk, nem a csóró. Mondjuk, hát, hogy ezt nem most kéne bejelózni. Szevasz, Frozen. Van. Kikövetnek el tartalomgyártókat? Ezt be lehet állítani elveg a Twitch-es beállításaitoknál, hogy ne legyen okos ez a dolog. Ne döntsön helyettetek. Ez most ott depleted, az is depleted. Az is depleted, minden depleted lesz, mert csak egy helyre tudjuk elküldeni. Így van, egy helyre tudjuk ide. Kell-e neki substation? Az a kérdés. Hát lehet, hogy kell neki substation, mindjárt kiderül. Mondjuk nem kell neki substation, van áram, mert most épült meg. Akkor kell nekünk kerítés. Hogy van itt megépítve a kerítés? Aha. Na, elvileg be vannak kerítve a vadállatok. Kell egy kapu. Azt láttam, hogy kapu az kell. Kapu az kell. Van kapu. Ez egy jó drága kerítés? Hát, figyelj, szükség is van rá. Jó. És akkor még annyit csinálok, mert én nagyon rendes, és én nagyon rendes... Dino gondozó vagyok, hogy csinálok nekik vizet, mit szóltok? Csinálok nekik ide vizet, egy kis víz. Ott. Na, mit szóltak? Na? Fullas mi? Egy kis víz. Hoppá, az nem néz ki jól. Valahogy így. Így van. Jó. Még te is laknál itt? Na hát, akkor már megéri. Kell nekünk egy Endomontosaurus. Ja, amúgy még mielőtt Endomontosaurus. Very high quality Endomontosaurus DNS, hát nyomjad. Még egy Endomontosaurus. Meg egy kis ezüst. Profit per percünk 47.000 dollár. Ja, meg ezt a Keratosaurus fejlesztés is kéne nyomni. Kb. 4-5 millió forint volt szakaszonként az a kerítés. Kell a dino állókerítés, nagyon srácok. Higgyétek el. Akkor fogom megcsinálni az Endomontosaurust, hogyha a lehető legtöbb DNS-t kiszedtük hozzá. Mit akarsz? Csináljanak fotókat, ahogy éppen zabálnak a dinók. Értem. De hát jó. Hajrá. Mit mondom úgy erről? Szegényke antiszociál. Basszus, Keratosaurus, mindjárt intézkedek. Nagyon szomorú szegény. És azt nézem, hogy ő szereti az ilyen nedves helyeket, kevésbé szereti, hogyha nincs erdő. Bár ahogy látom, neki mindegy, hogy van-e víz. A lényeg, hogy legyen egy kevéske fa.
Meg legyen fű. Ó, hogy ilyenekre is oda kell figyelni. Szia, Stélon! Aha, aha. Jól van. Populációja alacsony. Ó, ilyen kis gömbbe, ilyen kis vicces gömbbe be tudnak jönni, mint a filmekben. Ó, értem, tehát úgy lehet jó rálátást biztosítani, hogyha figyeljük ezeket a range-eket. Facility rating. Ó, és ezek a galériák, a platformok, de jó. Giroszférák. Ezek a giroszférák. Ennek a gömbnek rossz vége lesz, ezt én tudom. Na jó, de te látod a filmet, úgy könnyű. De zsír! Na ne szívassatok már, hogy még azt is meg lehet nézni, hogy milyen a rálátás. Ott megy a dinó. Azt nézd, anya, ott megy. Ő az, aki megette Lajoskát. Ő az. Klik, klik. Zseniális. Na, hogy állunk? Hát igen, egy dínónk van. Jó. Mindjárt jobb lesz, srácok. Hogy állunk a fosszíliákkal? Kezd egyre jobban tetszeni a játék, már érzem, hogy jó lesz a holnap utánunk. Van pénz? Extraktoljad a DNS-t? Van pénz? Ez most mi? Keratosaurus 73%. Na jó. Hát akkor már nyomathatjuk az Endomontosaurust. Na. Srácok. Ez egy nagyon ritka példánya lesz. Így van, itt nem lesz ilyen gond, hogy mi lesz az üveggömbbe. Ez egy nagyon ritka Endomontosaurus lesz, mert nagyon jó lesz az ellenállása. A ratingje 2%-kal nő. Nagyon jó. Az élettartalma is egy kicsit meg fog nőni. 6-tal. Defense 0. Hát igen, az mondjuk gond, hogyha egy húsevő mellébe rakom. Na hát ő ennyit tud. Ő ennyit tud, mehet. 185 000. Triceratops meg, Triceratops is elég szép százalékkal van. Kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan oldódnak fel itt pontok. Azt mondja, hogy kell még több expedíciós centered, az a helyzet, hogy... hát olyat nem lehet csinálni. Mert expedíciós centered csak akkor lehet csinálni, hogyha új szigetre építem. Lehet végezni dino viadalokat? Hát én olyat csináltam, hogy beraktam a növényevő mellé a húsevőt, és ha az elmond neked valamit, hogy ebben a parkban egyetlen egy húsevőn van, igen. Rég láthatok már ennyire izgatottnak egy játékkal szemben, hajrá erre, sok élményt. Köszi szépen, Gabi, szia-szia! Hát tetszik a játék így, hogy már amúgy ez a második próbálkozásunk, tetszik. Az meg külön tetszik, hogy pluszba vagyunk, tehát jön a bevétel, és nem kell izgulnom, hogy mínuszba megyünk. Kreatív őzike közben nagyon-nagyon szépen köszönöm a másfél év támogatásodat, mint feliratkozott vadász. Üdv újra itt köztünk. Srácok, pergessétek a szvegeket, és hát köszi szépen, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. Illetve remélem, hogy megoldódott a Ubisoftos problémád. Ó, basszus, vadafakány, sajnálom Adria a másodikat, hogy jött a festő, de nem tudtátok megoldani a helyzetet. Na, mit szóltok? Bizony. Az Endomontosaurusunk.
Na nézzük, ő mit szeret. Kanadai dino. A T-Rex szerint az Endomontosaurus nagyon ízletes. Na, most meg azt szeretnék, hogy Triceratopsot csináljunk. Jó. If you've been listening to Dr. Malcolm, then you know how important this is to us and to me. Ja. Lukas. Azt szeretném, hogy van-e ranger teamünk? Szerintem amúgy nincsen ranger teamünk. És szerintem még nem csináltunk olyat. Inquisitive, driven, and I knew you couldn't resist this opportunity. So let's get started. Nem tudom, szerintem ilyenünk nincsen. Itt még nincsen operáció. Ja, szerintem ilyen nincsen. That means a complete genome. And I think you are up to the challenge. Don't disappoint. We are making great strides so far. I believe I may be on the cusp of something wondrous, and I have you to thank, at least in part, for where I find myself. Now we need to incubate, hatch, and house our dinosaur. Then we will know if our efforts. Ez itt szerintem jó lesz. Kicsit igazítunk rajta. Jó. Na, tök szuper, örülök, hogy akkor haladtok a problémáddal. Kreatívőzik-e? 4000 az út? Gondoljuk lesz tehát? Jó, így 1006. Jó, van ez így. Na, ezzel a T-Rexet szeretnél, hogy tegyek mellé? Hol van? Hol van most a kis dínónk? Ott van. Na jó. Eljön majd az idős srácok, és bekerülhettek egyébként a parkba. Mit szóltok? 65000 profit per perc. Egyre jobb, egyre jobb. És kéne lefedettség egyébként. Kéne lefedettség. Hadd tegyem rá? Nagyon jó. Veszünk neki is etetőt mindjárt. A new contract. Review it. Jó. Jó, ez már fancy út lesz oda. Ha megcsináltam a Secret Endigát, szóval összesen 3 trófea hiányzik már a plathoz, ebből a 2 bug miatt nincs meg. A Secret Ending kellett egyébként a Platinumhoz, wow. Üdv mindenkinek, skacok, ha-ho, ha-ho. Jó, csinálunk etetőt, meg áram is kell egyébként. Jó. Galéria 2. Find your way, Miami. Komolyan, itt PC-n nem volt achievement a Secret Endingre. Expedíciós központ. Nem tudom, most mit akar szerintetek tőlem a játék, hiszen már csak olyan helyre tudom elküldeni az embereimet, ahol depleted van, vagy attól még jó lehet. Nézzük meg. 63000-es bevételünk van. És azt kérték tőlünk, hogy a rangeröket küldjük el fotózni. Tudunk-e olyat csinálni, az a kérdés. Csapat.
feladat. Hát... ezért... Ezt hogy kell megcsinálni? Nyomjak rá a H betűre? Értem. Na, nem a reputáció érdekelt, köszönöm szépen, hanem az, hogy hogyan kell a Ranger teamet oda küldeni, hogy lefotózza, hogy a dino éppen kajál. Szegény nagyon nem szociális. Szevasz Zodiac, üdv mindenkinek, srácok! Etető, teszünk le egy etetőt. Oda. Ó, nem kecskét kellett volna, a fene vinnél. Tehát etető, és sima, földi növény, növényevő. Ránk kattintasz valamelyik dinóra, van ott még egy infópanel, ami bemutatja, hogy hány fő szociális csoportba érzi magát a legjobban. Igen? Kecske hogy követi egyébként? Egy, köcsőjel három, aha. Ideális populáció. Aha, aha. Egy nagy húsevő. 9 éves. Szegény. Kellene mellé valaki. Neked kell manuálisan oda menni és fényképezni. Oké, tehát ide jövök, és akkor hogy kell a fényképező gombot például megnyomni? Ne! Most éppen meg fogja enni a kecskét. Ranger autóba ülj bele. Ó, okés. I wasn't entirely sure about this one, but you proved me wrong. Wow! Hát erről lemaradtunk. Köszi szépen, srácok! Jó, 1 millióért Endomontosaurus mehet amúgy. Kutatásokat nem is nyomtam, basszus. Glad to have you on board. As you can imagine, the animals in the various facilities are constantly probing for weaknesses in our security systems. They're smarter and more devious than people give them credit. Még a kapun is be kell menni, na ne szívassatok. That's why I'm always testing and evaluating our security protocols and barriers. And this is where you come in. I've got to give this guy Lambert his due. Hogy állunk? 59 000. And threat. Hát srácok, bemegyünk. I'm gonna need you to extract enough DNA from fossils to incubate and hatch a dinosaur. This is the first phase of this mission. Carry on. Hát ez nagyon király. Okay. Next, you'll need to incubate the animal in a Hammond Creation laboratory before releasing and housing it in an enclosure. You'll also want to make sure we've got an ACU presence on this island. Kicsi dino! El is lehet altatni. Ott van. Most megfigyeljük, srácok. Hol a kecskénk? Nem látom a kecskét.
Jó, ez még nem az volt, ahol éppen kajál. Wow, de szuper! Dühösnek látszik. Dühösnek látszik, srácok. Nem akar széhes lenni. Szóval láttam már, ahogy eszik egyébként kecskét. Hol lehet a kecskénk? Kinek keresni. A dínó megvan, már csak a kecske kell. Annyira nem vagyok arra most kíváncsi, hogy... Nyomtam ilyen resupply-t. Ezt amúgy kézzel kell megcsinálni, srácok? Ezt minden alkalommal kézzel kell megcsinálni, ezt a resupply-t? Hogy ezt megcsinálják automatán. Oda megy. Figyeljetek. Készüljetek fel. Rám néz, nem tetszik. Ott, a kecskére menj! A kecskére. Haló? Kecske! Kecske, hol vagy? Kecske menekülne. Ki tudod adni feladatba, és akkor megcsinálják. Aha, okés. Kecske! De hát ne felém gyere, légy szíves. Menekül a kecske, hát ezt nem hiszem el. Ennek semmilyen értéke nincs. Jó, figyelem a kecskét, szevaszta az ilyen. Azt nem lehet kiadni feladatnak a Ranger teamnek, hogy csináljon fotót, azért csinálom ezt most, srácok. Azt is mondjuk jó lehet volna megfigyelni, hogy mennyire éhes egyébként a kis dínó. Üdv mindenkinek, srácok. Az a gond, hogyha most kilépek, akkor... Kecske! Ha most kilépek, akkor újra be kell majd jönnöm a rangerökkel. Hova tűnt a kecske? Ott megy. Éhes lehetne már egyébként. Lassan egyébként 2 millió dollárnál járunk. Ha gyors vagy, nem? Komolyan? Mert azt is láthatjuk egyébként, ahogy visszamegy az autó a bázisra. Azt akarod mondani, lovacska? A növényevőket hogyan kell etetni? Ugyanúgy leraksz egy ilyen kajálós rész, csak abban nem kecske jön ki, hanem bokor. Itt a húsetető, hát azért szaladgál a kecskénk. Csak most nem éhes a dínó, mert pont akkor kajált, amikor elindultam fotózni, mert nem tudtam, hogy hogy kell fotózni. Ha csinálsz új dínót, egyből elmegy enni. Aha. Hát nem akarok még új dínót csinálni. Tehát... Van húsető, etető, meg van látványetető. Ó, hát ez olyan etető, ami kell a húsevőmnek. De amúgy ez pont nem a húsevő etető, hanem ez a látványetető inkább, szerintem. Nézzétek meg, lefeküdt aludni.
Na, mondjuk ilyen fotó biztos nem készült még róla. Az jó. Hát ilyen biztos nem. Uncsi. Jó. Hát akkor... akkor ezt nem küldjük be. Hát kéne inni amúgy, Angermanik. Kéne inni. Na jó. Jól van. Jó, adjad. Zsír, tényleg nem ment vissza a kocsi, nagyon jó. Lassan szerintem szomjas vagy éhes. Szia! Tudom, hogy a kecskére mész. I'd suggest making the most of any downtime. You know, send out expeditions. Get the squares to research something. Make me a coffee, that sort of thing. Cream and two sugars. Hol a kecskénk? Fú, pont lemaradtunk a pillanatra, amikor kaját. Az nem jó, hogy az ajtó kinyílt. Ott van. Yes. Akkor megvan a küldi? De hát most ez micsoda? Hát de megcsináltam, srácok. Szarjáték. Mi? Azt kellett volna nézni, ahogy lemegy a torkám? Vagy most mit nem csináltam jól? Üdv mindenkinek, skacok. Na jól van. Közben szereztünk 500 000 pénzt, és csinálunk... Amúgy ez nem is Endomontosaurus, hanem ez a Keratosaurus. Az Endomontam ott van. Csinálunk egy újabbat ide. Mondjuk nem néztük meg, hogy ők hogy érzik jól magukat. Ő éppen kajál, tehát hogy ezt is egyébként le lehetne fotózni. Jó. Azt kéne megnézni, hogy ők hogy érzik jól magukat. Egy kötőjel 15, tehát akkor belülük még lehet egy csomó. Jó, akkor vele fogjuk megcsinálni. Tehát kell nekem a Ranger. Add ide a kocsidat. Növényevőkről kell a... Igen, komolyan. Nem írja. Nem éri ilyet szerintem.
Mármint értem én, hogy itt triceratopsok vannak. De én nem értem azt, hogy... Mert hogy nem látom azt, hogy növényebb... From a feeder? De feedernek hívják a húsevőknek is az etetőjét. El lehet ütni az embereket? Én vagyok Mózes. Hoppá! Új skin, srácok! Etetőből, a szabadon futkocsók kecske a ketrecben van, nem az etetőben. Jó. Na. Tehát. Nem a galériát akarom nyomkodni. Feeder alatt nem a kecske és etetőt érti a játék, hanem a másik. Oké. Okay. Köszi srácok. Csóra emberek. Kíváncsi voltam, hogy lehet elütni embereket. Nem lehet. Szeretnétek dínók lenni, srácok? Azt mondta a lovacska, gyors vagyok. Az helyzet, már hallom, hogy itt megy a kocsi. Ha, menekültél volna mi? Hol vagyunk? Azt se tudom, hol vagyunk. Ja, de tudom. Nem voltam elég gyors. Aquila, köszi szépen a 45 hónapot. Srácok, peregjenek a szvegek Aquilának. A kocsi ott van. Security objective. A számít, ha reggelente őskületnek érzem magam? Ó, igen. Ó, igen, 5000. Hát a húsevőkért több pénzt adnak, csak mondom. Köszi szépen Aquila a támogatásodat. Jó, hova megy? Looking for food! Ott van, nyomod! Ez az, kapd be! Ez az. Nagyon jó. Ez az. Ott van. Eszik az etetőből. What a cool photo. Bizony, köszönöm szépen. Valószínűleg egyébként okosabb játékosok ezt a kaput nem ide tették volna. Úgyhogy ezt az ajtót mindjárt átrakjuk innen. Galéria mindjárt. Mert hogy ezzel az ajtóval az a gond, hogy itt a dínók könnyen kijöhet nekem. Főleg mert itt az etető. Na! Mit mondanak? Mit mondanak az emberek? 66 ezer a profit nagyon nem nőtt. Tudunk-e elküldeni embereket? Kaptunk nagyon jó, hát ez nagyon jó. Ezek szerint, srácok, elküldhetjük depleted helyekre is az embereinket, expedíció. Megfázott szegény, de hát azt hogy? Szegény megfázott.
Sima náthája van. Hát, hogy lehet ez? Oh my gosh, you got a sick dinosaur on your hands. Segítsjáték. Fertőzés. What comes next? That's gonna be on your hands as well. Köszi szépen a pergetési takvirának. Szenzor, köszi szépen a második hónap támogatásodat. Köszi, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. Na hát Akilának nem pergettem az előbb, de mindjárt bepótolom. És nyugodtan, srácok, szvegeljetek itt a cseten. Köszi, köszi. Aha. Jön a Ranger Team, azt megjavítja őket. Na várjatok, ezt csináljuk mi, igaz? Úgy lenne az izgi. Na. Mutatja a térkép. De jó! Na, hát elém jött egy oszlop. Jövök. Milyen jó, hogy ő pont az ajtóban van. Elővesszük. Bum a fejbe! Under attack. Nekem jöttek. Jó, itt leparkoljuk, amíg a dínók ott vannak. A náthás dínó. Kell ilyen akucenter, ez mi a fene lehet? Aha, tehát látunk visszajelzéseket, ilyen gyors légi visszajelzéseket a parki incidensekről. Jó, jöhet. Amúgy kéne ilyen shelter. Méghozzá nagyon kéne. Igen, a aku center 400 000-be kerül, hagyjuk már. Hát ezt egy kicsit hátrébb rakjuk. Azt írja, hogy oda nem lehet építeni. Ide viszont lehet. Ja, hát akkor ezt ide rakjuk, így szépen. És utcos utat fogunk letenni. És olyat, hogy görbüljön, mit szóltak? Görbüljön. Ez az. Na, mit szóltak? Ott a puccos út. Amúgy az a vicces, hogy az oszlopnak neki mész frontálisan, százal semmi baj nem lesz a kocsinak, de a növényevő megbiccenti a kocsi oldalát, a parkával az már több ezer dolláros kár. Hát na. What you've done here is a perfect example of this. A basszus. Szerintem ezt rosszul csináltuk. Jó, akkor ezt valahova ide kérem. Ide. Nagyon jó. Jó, van ilyen akucenterünk, hát nem tudom, egyelőre még nem mutat nekem semmit. Itt a helikopterünk, na ne. Hát ez én vagyok, srácok. Ezt itt én irányítom. De zsír!
De jó, és még esélyese is van egyébként a darcnak. Le lehet szedálni. Óf! Elkaptam. Hihi! Na, ez is azért jó most ez, mert le van szedálva. Csán. You'll need to call in the offshore transport team to safely move this dinosaur back to its enclosure. Így lehet mozgatni a dinókat. Szegény, szerencsétlen, szocializálatlan... Micsoda? Az egy négycsillagos dinó? Mik azok a csillagok ott rajta? Ez egy négycsillagos dinó. Wow, elképesztő. Extraktáljuk közben a DNS-t. Ja, így lehet szállítani. Nagyon zsír. Csak most nem kellett volna leszedálni. Azt írja a content. Pihenj egy kicsit, rád fér? Rád fér? Bevételek hogy állnak? 33 ezer, haló? Nagyon sok áramot használunk el, és nem kell el több jegy, úgyhogy kéne valamit itt csinálni, skacok. Mondjuk kutatni? Embereket nem lehet? Azt nem próbáltam még ki, lovacska. Ó. Elektromos kerítés, 200 ezer. Hát szükségünk van ilyenre egyáltalán most még. Increased reload speed-el rendelkezik az akus. Olcsóbb a karbantartása a Power Station-nek. Mondjuk az upgraded Power Station-nek az nem tudom, hogy mit jelent. Ja, ezek az újak? Ezek az új dolgok, amiket így tanultunk. Aha. Hey, just heard of a great... Három dinót kell csinálni. Jól van. Upgraded, de ezt nem tudom, hogy lehet majd upgrade-elni. Ja, tudom már. Nem akarok senkit se ahova átszállítani, meg sehonnan. Hozhatnak viszont extra fosziliákat, ez jobban tetszik. Building upgrade. Genetikai research upgrade. Aha, tehát bele lehetne nyomni a value DNS-t a dinóba, és akkor lehetne növelni a támadás meg az ellenállós képességeiket. Igen, ezeket az upgrade-eket néztem egyébként, de nem tudtam, hogy ez jelenti azt, hogy upgrade. De ja, itt van egyébként. 10%-a gyorsabbak. Ó, és oda jött egy... Ó, és itt ezek az upgrade slotok. Ezek az upgrade slotok, srácok. Inkubációs speed, hatcher capacity. Nagyon jó. Ő továbbra is szedálva van. Ő nem fog már felkelni, szerintetek? ...87%-os keratosaurus. Csináljunk még egy ilyet. 500 000. Úgy... el lesznek szerintem. Majd megeszi a szedált keratosaurust, mit szóltok? Nézzük közben, hogy a többiek hogy érzik magukat itt. Populáció, oké, szociális, lehetne jobb. Komfort, oké, víz, kevés, kaja, oké, forest, oké, van víz is, a wetland az annyira őt nem érdekli. Azt kéri tőlünk egyébként, azt kérik valószínűleg, hogy legyünk változatosak. Welfare, az mit jelent? Jólét. Jólét büntetés.
Csak akkor ébred fel, ha elszállítod valahol, különben álmával fog szomjahan. Szegény. Szegény. Tessék. Onnan oda át fogjuk szállítani. Közelebb visszük a kecskéhez, mert nem találná meg. Köszi szépen, Angermanik, hogy itt voltál. Szép estét nektek is. De jó. Meghoztunk. Ez biztos több millióba került, de legalább kipróbáltuk, milyen altatni a dínót. És most, hogy megjöttél, csak mondom, mindjárt jön a következő Keratosaurus. Addig nyomunk ilyen kutatásokat. Mondom, kutatásokat. Igen. Aha. Success rate jöhet. Aha, akurilo speed, de hát a küldetés nem is arról szól. Tehát a Janter nem csinálja a küldetést, csak így nyomkodja a játékot. 50 ezres profitunk lett közben. Miért? Mi lett 50 ezres profitunk? A jólét. Ja, értem. Tehát a jólét az azért volt rossz, mert szegény Keratosaurus hát el volt altatva. Egy kicsit. Jó, hát amúgy jók vagyunk. Alapvetően jók vagyunk. Shelter Protection Great. Dinosaurus visibility 33%, tehát azt szeretnék a vendégek, hogy jobban lássanak rá. Mi ez? Yeti shop? Nem tudom, mit láttam. Restroom. Rálátós rész kell nekünk. Research required. Viewing platform, aha, 2 millió, hát akkor ez nem most lesz. Akkor ezt úgy kell megoldanunk, hogy ide is építünk egyet. Így. 145 ezer, persze, de amúgy igen. Nyertünk a lotton, azért építkezünk ennyi mindent. Ha meg ide is egyet, tessék. Persze, persze. Amúgy itt jó lenne, hogyha lenne út, de nincsen út. Mondjuk lehetne út. Berakjuk őket, szerintetek örülni fognak? Valószínűleg nem. Persze, az utat majd én megcsinálom. Csak lássatok rájuk. 50 ezer dollár per perc a bevétel, így van. Az a durva, hogy pont nem fognak sehogy se rájuk látni, mert nagy... Látom, hogy nincsen páf, de ne izgulj. No power, no páf. Nem figyeltem, hogy mekkora ranger rendelkezik, mondjuk meg is tudnám nézni. Tehát, hogyha ezt ide tenném, akkor az jó lehet. Meg lerakunk még egyet, ha már arról van szó.
Van pénz! Mondjuk lehet, az útra már nem lesz pénz. Hogy fog oda út vinni? Sehogy? Görbüljön, görbüljön, hát ha úgy jó lesz. Az ott sehogy nem lesz jó. Jó, görbül. Persze kivágják a fákat, jó. Persze a maradék fát is vág már ki. Nem tudom, valaki figyelte, hogy ez mennyibe kerül ez az út? Drága az egyszer biztos. Sokat kell majd menniük, de majd lesz, amiatt ne izguljatok, lesz majd itt minden jóság. Föld alatti megközelíthetőség. Jó, kell áram. Check this out! Okay. A new contract that I think Check this out! Na, az kell oda nekünk, yes. Az fix. Well, we've already broken the primordial and prehistoric egg, as it were, so, you know, why not hatch a few more? Ne szívas. Az ott nem jó. Tessék. Az ott leromboljuk. Kell substation is. Zsír! Na, srácok, van áram. Sajt látom, mert itt szívesen járkálnak is az emberek. Tudunk-e esetleg mégis valahogy valami utat ide alakítani? Hát hogy ne tudnánk, hogy ne tudnánk. Tökéletes. Srácok, tökéletes. Na hát, igen. Már is megoldottuk egyébként. Kicsit gagyi, de a miénk. Mert ezt mondom. Na, mit mondanak? Na, jó már ráláthatóság? 60, az előbb 99 volt. Shopping, kell shopping, meg pihenés. Hát olyan szállodát kaptok, hogy bekakkantotok. De egy nagy szállodát. Mondjuk, nem lehetne inkább ide berakjuk a dínókhoz, mit szóltok? Azt nézzétek meg, legalább jól rálátnak a dínókra. Tessék. Azt a rat, mibe kerül? Mondjuk valószínűleg nem egy szállodával kellett volna kezdeni, de hát most már megcsináltuk. Csak mínuszba ne menjünk. Az fontos. Oda nézzetek, mekkora szállodát csináltunk most ide. Valószínűleg jó sokat kell várni, hogy most nem menjünk mínuszba. Csinálunk azért még egy dínót közben. Na. Már mégsem a randomondo DNS kéne gyűjtenünk. Endomontosaurus. Ott. Na, nyomni kéne még egy kutatást. Kutatás. Ez kell nekünk. És még hozzá. Hát most nem tudom, hogy hol van. Ugye megkeressük. Ez kell nekünk. Az akku akkuraci 100 000-ért. Na, kíváncsi vagyok majd a népek mit fognak szólni ehhez a hotelhez.
Ennek szerencsére nem kell áram, vagy megoldott. Ja, mert ott pont van egy power station, mármint egy substation. Storm protection-je nincsen, és nem is sérült. Hát, tehát akkor kell majd valami storm protection-ös dolog is. $59,000 a bevételünk. 58. Restroom rating, transport rating, shopping rating 7%. Oké. Okay. Aha, tehát akkor kell nekik még bolt. Egy gift shop. Csinálunk amúgy nekik még ide egy gift shopot. Csomó minden van tényleg a játékban, de annyira szépre megcsináltak. Ja, kíváncsi leszek, hogy a második rész az mibe fog majd többet nyújtani. Ezt a gift shopot egy kicsit ráraktuk az útra. Van még pénzünk ilyet építeni? Van, jól van. Kíváncsi vagyok ezen a gift shopon majd mit tudunk fejleszteni. Az emberek arra vágytak, hogy tudjanak shoppingolni, akkor valószínűleg a gift shopra gondoltak? Várjatok, lehet, hogy ebbe a mentésünkben nincs is... Ha itt nincs is gift shopunk, csak ruházati, meg gyors kajálda. Hát nincsen gift shopunk, hát ez volt itt a gond. Ez volt itt a gond. Our food rating is low. Ez biztos itt fogja mutatni? Fú. Lehet, hogy nem itt fogja mutatni. Food rating 43%. Drink rating 43%. Shopping rating felment 41-re. A restroom pedig, hát nem tudom, a hotelünk nem... lett olyan mi... Ó, de azért van itt valaki. Jó. Reload speed? Nem a reload speedet kutattuk ki, hát akkor mi a... Ja, az accuracy-t kutattuk ki, édes Isten. Kell még nekünk egy endomonto, úgyhogy azt elküldjük. Tehát kell kajálda. Azt hol kell nézni szerintetek? Kaja, pia... Ja látom, ott oda kell nekik a kaja. Értem, tehát a kilátókhoz kell nekik kajálda. Értem. Sőt, jobb, hogyha egyébként benne van a range-be, gondolom én. Bár az energia, úgyhogy nem azt a range-et kell figyelni. Jó, hát akkor ide kérünk egy kajáldát. 170 000. A dino szállításnál jött át, mennyire figyeltek a részletekre a készítők? Na, mi az, ami miatt neked nagyon tetszett? De az ilyen... Föl kéne menni 2 csillag fölé.85%, 66%. És itt közben extraktolni kéne a DNS-t. Meg az expedíciót fejleszteni egy kicsit. Reload speed kell nekünk. És ha már itt vagyunk, akkor kéne fejleszteni az expedíciót, csak pont nem látom, hogy mivel lehetne.
minerálisokat jobban, meg metált jobban találhatnának. Olyat lehet fejleszteni. Valami gond van. Azt írja, hogy nincsen substation ennek a galériának. Ha pont nincs. This next bit is gonna sound a little crazy because frankly it is. But we are gonna encourage our containment grid. We'll then react and see if our procedures and personnel are up to the challenge. Zsír, most már van áram is. Trókika, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked is a támogatásodat. Üdv újra itt köztünk ki már 52 hónapja. Srácok, peregjenek azok a szvegek. Úgy bizony, Trókikának. Köszi szépen a támogatást. Elírtam volna a parancsot? Elírtam a parancsot. Nem írtam el a parancsot. Nekem nem akar reagálni a botom. Úgy néz ki. És mi a probléma még itt szerintetek? Nincs oda vezető út. Hát ez milyen jó, hogy megépítettem, de valójában nincs is oda vezető út. Egy görbülő utat szeretnék. El tudunk-e menni? Ó, igen, el tudunk menni, nagyon szuper. Yes. Lehet, hogy nektek reagálna a bot például. Nagyon lagymatag a Swagspam, srácok, csak mondom. Hát ott vesznek már is reagált. Eltört a kerítés valahol, srácok, nem jó. A carnivore, I see. Na de hol? This time a ceratosaurus. There are distinctive spines that run down its back and a bladed horn on its head. Just what you don't want to run into when you're out there alone. Hát ez nem jó. Az nem jó, srácok. Na hát akkor most kell az, hogy helikopter. That looks expensive. You should get that fixed and soon. A ranger team is equipped for that. Okay, van, srácok. Time to tag him and bag him. We're using less than lethal, but remember, that dinosaur doesn't know this is just supposed to be a drill. So watch your back. While I understand the need to keep our security as sharp as possible, this is not the way I would go about doing it. You have a problem with how we keep you safe, Doctor. I'm happy to discuss it at a later time. Right now, we have our hands full. Na, ki kéne adni, hogy csinálják meg a rangerök. Ranger team, add the task, és javíts el. Hogy kell? Ja, látom. De jó! Hát nézzétek meg, a sima növényevők milyen agresszívak. Közben a második Keratosaurus, akit megcsináltunk, ő lett az alfája ennek a területnek itt közben. Ja, raktam sheltert, elvileg van shelterjük. Így van ott shelter. Ja, ott pont ott van shelter, nagyon jó. Ide majd kéne egyébként még egy. Bianca, köszi szépen a 19 hónapos támogatásodat. Üdv újra itt köztünk. Srácok, pergessétek a szvegeket. Hát neked nem, azért mert lassú volt, tehát azért nem reagált a bot neked. Ó, köszi szépen Vadafak, Talzian, Adri a pergetést, meg Taki. Nagyon szépen köszönöm a pergetéseket. Mi fog változni a következő résszel? Én nem tudom. Még nem tudom.
Egyelőre próbálom felfedezni, hogy mit tud ez a játék. Én szeretnék eladni nekik éjjellátót. És hát... drágán. Ez egy olyan éjjellátó lesz. Aha, tehát így nincsen vendégünk. Jó, 35-ért adjuk el a 20 dolláros éjjellátót. Lehetne ebből több pénzt kisajtolni? Hát szerintem nem. Jó, 35. Aha, tehát hogy több embert bírnánk el. Akarunk több embert? Legyen kettő. Így né. Szia, szia, Adria második. Hoppá. Megcsináltuk ugye a kutatást, és kaptunk 1 milliót érte. Storm Defense Station. Látom. God knows they're working out ways to exploit our weaknesses. Guess we'll find out who gets to the limits of our abilities first. Us or them. Ever vigilant. Ide kell egy Industrial Complex. Exploitation versus security. The immense potential for profit and for violence. Meg kell néznünk, hogy aha, kell még egy áramos hely. Szia Ironside, sziasztok. What? Közben már ott járunk, hogy 114 ezer percenként, és 2,5 csillagosok vagyunk? Na, az miért is? Kaja, pia, vicceskedés, shopping, transport. Na nézzük, mit tudunk még tenni? Hotel. A hotel nem tetszik nekik. Nem tetszik nekik a hotel. Használják amúgy ezt a hotelt? Vagy most ez így mire van? Többen tudnak idejönni. Oké. Okay. És Storm Protection is mindjárt lesz ennek a helynek. Storm Defense Stations help protect your park structure. Rupusi vihar. Useful, huh? Jó. Nem lesz gond. Itt a hotelnél nem lesz gond. Megjavították egyébként közben? Megjavították, nagyon zsír. Én azt mondom, hogy ha sikerül befejezni itt a DNS gyűjtögetést, ha lehetne még egy endomontunk. Jaja, szépen gyűlik a csillag, srácok. Meg lehetne nyomni közbe kutatást. Ezt a fosziliai centeres izét, ezt nem is... Kutattam itt egy pár dolgot, de ezeket nem raktuk be. Improve DNS extraktáció. Speed meg inventory space. Kettő speed, egy inventory space.
Nyomjátok a hotdogot? Na, egészségetekre, vadafak, Adri. A Research Centerhez valami fejlesztés is jöhetne, expedíciósat nem tudunk. Nincsen elég kondíció. Isla La Muerta rating. Aha, és Research Center se tudunk fejleszteni. Három Research Center kell. Scheduled Unit. Additional Task. Mindent kifejlesztünk, van pénz. Igen, Spinnerrel, Marcus-szal, meg Grigivel nyomtuk a Siege-et, meg megnéztük a Melúziáritet, hogy milyen, meg az új season-ös bejelentéses dolgokat, meg farmoljuk a zsákokat, mert 10 órától lehet farmolni a zsákokat. Oké, jöttek újabb fosszíliák. 74%-os endomontunk már lehetne. Kérdés, srácok, hogyan lehetne olyan helyre küldeni az embereimet, hogy ne ilyen depleted helyekre menjenek, hanem újakra? Hogy tudnak új helyekre menni? Hogy lehet még jobb expedíciós központunk? Valakinek hondog jut, valakinek a kis perus. Fura ízlésed van, Viridiana. Srácok, még két kutatásra elküldjük a... Majd két ásatásra elküldjük a... az emberkéinket, és akkor lehet egy tök királyán endomontunk. Ez itt egycsillagos, ez is egycsillagos. Tehát két egycsillagos endomontunk van. És kellene nekünk kutatni egy olyan dolgot, ami... Aha, hát nem itt. Na, ilyen kígyó DNS, meg DNS, varjú DNS, ilyeneket kéne csinálni. Szerintem a többi hely majd a másik szigeten nyílik. Meg én is azt nézem, hogy egy csomó Isla of akármit mutat, de hát oda még nem tudunk menni, mert nincsenek olyan százalékaink. Illetve ahogy nézem, még kajáda is kellene nekünk. Tudok-e itt valamit hegeszteni a kajádámba? Mit itt lehetne? Aha, tehát 87-en térnek be, és Dino Byte-ot árulunk. Ha Dino Dist árulunk, akkor még többen jönnek be. Viszont itt ezzel az a gond, hogy drága. Aha, annyit tudunk csinálni, hogy ez egy puccos hely lesz, ahol fizetnek páran, 909, 1000, 1300, 1500, 1800, nagyon jó. Tehát a 6 dollárosat eladjuk. $6-osat eladjuk 26-ért. Tetszik. $2000-et keresünk vele. Ó, elküldtük az embereket, már egyre kevesebbet keresünk vele. Én nem is tudom, mennyire árultam. 25? Jó, legyen 25 most. Meg akkor kéne még lerakni ilyet. Kajapia? Az ott miért sárga? A lovosnak mondja a hotelt. Én meg azt is mondjuk. Egy gyors kajádát le kell valahova nekünk rakni, srácok.
akkor oda esek. 172 ezerél csak egy gyors kajálda. És mit mondtak még? Hol nagyon éhesek az emberek? Ott sárga, tehát a hotelhez is kéne, de hát az nem egy, az egy gift shop. Aha, tehát akkor oda még kéne egy kajálda is. Ha még oda pont odafért egy gyors kajáda. Na nézzük, hogy mi a bajuk az embereknek. Transport rating is kell nekik. Rest room. Ó, hogy a rest... Aj, basszus, és akkor a hotel milyen fenét csinál? Itt jól érzik magukat az emberek. De hát, hogy... Már... Ja, hogy kakálni akarnak az emberek! Értem! Tessék! Tessék! A Mac-i elé rögtön rakunk egy mobil WC-s létesítményt. Itt is. Tessék. Tökéletes. A három frakció challenge-et itt kell folyamatosan nyomatni, ahol emlékszem, és úgy fogsz egyre több dolgot állokkolni. Hát ahogy én észrevettem, főleg csak pénzt kapok. Főleg csak pénzt kapok itt. Na. Jól van, már használják a restroomot ott 89-en. Ez a management view állítgatás, ez miért jó annyira? Hoppá! Be is mondták, hogy új kakáda jött létre. Hát csak amúgy valószínűleg ide kéne, hogy innen ne járkáljanak sokat. Tökéletes. 2,5 csillagra fel is mentünk, már csak a transport ratingen kéne nagyon javítani. És van egy hotelünk. Mennyi látogatónk van? Sok jegyet adunk el. Fontos info, na mondjad, lovacska. Elmúlt 5 óra. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience experienced during our recent handling of anomalous events. No power, hello? Hol? Ja, látom. Señores, señorinas. Check. A budi fontos info, a végére még kirakhatnál valami ragadozót a karámon kívülre. Igazad van, lovacska. Itt kéne rakni valamit. Tessék, 87%-os. Meg még egyet.
Ott az alfánk. Na, hogy áll egyébként? 86%-on van az endomontónk. Húha! De ez már három... Ja, mondjuk az nem az endomonto, három csillagos. 89. Na, kérünk még egy endomontót. Jó, lassan készülnek el. Ez a mutatvány, hogy egy pillanatra megfújtad a riadót, 80 000 dollárodba került. Komolyan? Nem is figyeltem. Itt vannak kiadások, bevételek. Nézzük még, mit lehetne építeni. Expedíciósat nem lehet. Ezen a szigeten research-ot se, science-t se, innovációt se és security-t se. Ezek itt elvileg mind vannak security? Klottyos ruha. Szerintem tönkre vágtuk itt a dolgokat. Dinós pólót áruljunk először, de nem ingyen. A dinós póló nem megérős, azt nézem. Really great job on that contract. Szevasz, Huba! Üdv mindenkinek, srácok! Na, hárman vannak az endomontóink. A dinoszaurusz ratingjét 2 csillagra fel kell nyomni. Ez az új endomontós egy picit nagyobb, mint egy csillag. Közben nyomunk még egy kutatást. Én nem ezt szeretnék, nem ezt, ezt szeretnék. Varjú DNS-t. Na srácok, mindjárt jönnek a keratoszaurusaink. Na, szevasz, racsral, üdv mindenkinek, skacok. Készüljetek fel az apokalipszisre. Ő az alfa. Na. Release! A kis béna T-Rex. Jó a hangod, a testrészem. Na, hát én már rányomtam. Most épp... Nem lesz animáció? Hát ez csak úgy simán kiengedte. Oda néz, hát feloldottuk az Isla La Muertát így a végére. Trópusi viharok. Nagyon jó. Hát ez nagyon jól hangzik. Isla Muerta. Maradunk itt. Ja, mert elértük a három csillagot. Srácok! Csináltunk 4 keratoszauruszt, azt kaptunk 3 csillagot, azt látjátok? Bár itt még azt jelzi, hogy 2. Mit írnak ott? 887 vendégünk van jelenleg. Na! Egy alfa. Jó, van egy alfánk, ő még mindig a 2-es. És
Hol vannak a shelterek? Ott. De nem fogjuk őket kinyitni, mit szóltak. Jó, ez kell a kocsi. Ott akarok lenni. Ez az, meneküljetek! Hát... Hoppá! Meg kell védeni a vendégeket? De hogy kell? Ú, ez jó lesz! Ott egy alfa. Ő nagyon keményben van az az Endomonto. Endomonto. Pánikol éppen. Ó, igen! Azok ott egymásnak esnek? Mehet amúgy. Ott az alfa. Két Keratosaurus. Az alfa ott nagyon üldözi. Ez az. Hoppá! Egész belenyelte. Csak mondom. Na jó, srácok! Na jó, hogy kell ezt csinálni? Adjátok a helikoptert! Még így is, nyereségesek vagyunk. Mert közelebb kéne amúgy menni. Ő nem nagyon akar mozogni. Jó, leszedáltuk. Milyeneket dodzsol? Szia, te sok Matrixot néztél? Hopp! A kislábúját eltaláltuk. Enekül. Jó, hát bebújnak a fák közé. Csalás. Hopp, el is aludt. Kis lábúját eltaláltuk, ő is elaludt. Nem menekülhetsz el. Megvadult, megvadult, srácok. Oké. Ott van még. Visszahúzódtak valahogy a csillagok? Nem is értem miért. Nem értem miért húzódhattak vissza a csillagok.
Oké. De ott a szedált dínomat fogod megenni? Ennekül. Low ratings are usually an indication that something isn't going well. Na. You might want to take a look at that. Ott is van. Bolondínok. Az egyik eszik, az összes többit elaltattuk. Easy. Easy, srácok. Easy. Na hát ez nekem nagyon tetszik. Nagyon tetszik ez a játék. Nem tudom, mit szóltok hozzá. Ez a Jurassic World Evolution, ez egy nagyon király játék, és nagyon várom, hogy belenézzünk majd a kettőbe is. És amúgy még DLC-k is vannak hozzá. Nézzük, hogy mik vannak, milyen DLC-k vannak hozzá. Ha én itt rányomok, akkor mi fog történni? Semmi. Az jó. Ez a Claire Sanctuary, ez biztos van, meg a Return to Jurassic Park, az is van. Jurassic World Evolution. Na, ez egy 45 dolláros játék egyébként, legalábbis az első rész még mindig annyiba kerül, DLC-k nélkül. Igen, van ez a Return to Jurassic Park, ami a 93-as filmnek az eseményeit követi. Aztán van egy olyan, hogy Raptor Squad Skin Collection, alfával lehetünk, aztán növényevő dínók még pluszba, és Claire Sanctuary-e. Meg krétakori dínók, Secrets of Dr. Wu, Challenge-ek, meg Deluxe Dinosaurus csomag is van egyébként hozzá. Mindjárt mutatom egyébként itt, hogy milyen content van még hozzá. Egy pillanat. Na. Na, itt van, srácok. Return to Jurassic Park, ugye ez kampány, aztán raptorok, növényevő dínók, Claire Sanctuary, ez is egy kampány. Ú, és ott volt olyan buzogányos farkú dínó is, de zsír. Igen. Ahogy látom, hogy csak ennyit tudunk, de itt vannak még róla képek a krétakori dínókról. Szóval úgy hívják, biztos, hogy nem csak így hívják, hogy Cryptosaurus, de hogy valamilyen buzogányos farkú az ismerős. Szóval, ja, van hozzá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 DLC. És azt nézem, hogy 2019 óta nem nagyon nyúltak a játékhoz új DLC-t illetően, úgyhogy valószínűleg azóta dolgoznak a Jurassic World Evolution 2-n, ami holnap fog majd megjelenni, úgyhogy szerdán meg is nézzük, srácok. Az a terv, hogy szerdán megnézzük, milyen lett a kettő, addigra összeszedem majd a Jurassic-os stream elejére azt, hogy mégis milyen újdonságok vannak a kettőben, miben nyújt többet az egynél, szóval, hogyha az érdekel titeket, és most lusták vagytok utána nézni, vagy most nincs erre időtök, akkor majd úgyis megtudhatjátok a következő streambe szerdán. Nekem tetszett ez az első rész nagyon. Azt hittem, hogy egy kicsit komplexebb lesz, de hát még egyébként olyan sokáig nem jutottunk, de így első blikre nem tűnik valami komplexnek, mint menedzsment játék, de szerintem ennél bonyolultabb nagyon nem is kell, hogy legyen, hiszen dínókat tarthatunk a Jurassic Parkunkba. Ez a játék ennyi. És amit nyújt, az tök jól nyújtja. Fullos. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek, skacok.
Szerdán visszatérünk ehhez a témához, csak már a második résszel.